bulinak hívtás nagyon sok pénzbe kerül. Mikor az első speaker izgatott a mikrofonhoz ül, érces hangja felszárnyalt is messzire repül, s egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerül. S a nyári úton állt egy csukott bútor szállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyanánt akkoriban az is megfelelt, ha Marcal János segít, tiszt egy nótát énekel. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. És a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a sebeli adó 25-ben jó reggel kíván. És a magasba szöktek mindenféle furcsa antennák, s egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikál. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A hűskorban már megtanultam minden bemondó, tilos rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó. A Hortenzát és Filotás Filit kevesen ismerték, azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szín. S a gyermekek a dobozban a bácsit keresték, s a nagymamák a folytúrját szépre végszelték. A postások a vedőktől az adót beszedték, és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírért. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A szokott időben ezett a listán 3 perccel múlt, 5. száma 63-as, kisébe borult, elnézést, a vihar elvonult. Forul a front, közepes termés, nem hajózható, Újpesten kb. Minusz 20 fok és esély várható. Ha nem tetszik, hát kikapcsolható. Szól a rádió, ó, szól a rádió, szól a rádió, ó, szól a rádió. Csak a szereóban fogható, és ebben az a jó, hogy a két oldalról egy időben más-más hallható. A nagy zenekar hangzásában éppen az a szép, ha közelben ülsz és jól figyelsz, már teljesebb a kép. S néha zavar minket, s néha képek zavarják, már zsebre vágjuk, s ha rosszul figyelsz, ő is zsebre vág. Szép időben minden műsor tisztán hallható, s a programban a régi dal is újra hallható. Szól a rádió, szól a rádió. Kedves hallgatóink, a Lokomotív 2T műsorából közvetítünk. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Ami korunkbeli számára szinte felfoghatatlan, hogy számomra még nem olyan rég volt, amikor magam is detektoros rádiót készítettem, tekercseltem a Vimes dobozra rá a kis elektromos, illetve kis vezetéket, és a detektoros kristályon kis tűvel és fülhallgatóval és csodálatos hangokat lehetett hallani, és ma pedig már azt tapasztaljuk, hogy itt van a múzeumban, de ugyanakkor egy olyan kornak is a szülöttjei vagyunk, akik ugye azt is megéltük, hogy az akkora
rádió, mint egy nagy bőrönd, ma akkora lett, hogy talán csak azért nagyobb, mint egy gyufás doboz, hogy le lehessen olvasni, hogy mit is olvasok, vagy mit is hívtam rajta például a telefonkészüléken, vagy akármilyen készüléken. Tehát az ember számára ez a mai kor, amióta felfedezték az elektromos hullámokat és annak a vezetéken, majd a vezetéken kívüli terjedését, egy akkora spektrumát nyitotta meg az ember számára, a technika számára, hogy szinte nem is lehet nyomon követni. Éppen ezért, hogy valamilyen kronológiai sorrendet majd tudjak ebben önöknek felvázolni, hogy értékeljék azt, amit a kenyeres házaspár itt bemutat számunkra. Néha bele fogok lesni a puskámba, mert különben elvesztünk, és itt órákat vagy napokat beszélget. Hát Kenyeres Sándor barátomról annyit, mert mondhatom, hogy a családban nagyon régi jó kapcsolatunk van. Elnézést, hogy arra ritkábban nézek, de ott teljesen totálban a szemembe süt a nap. Ez nem a tiszteletlenségnek a kifejezése önök iránt. Sándor olyan 10 éves korában azzal örvendeztette meg a családját, hogy a telepes rádiójukat úgy szétszette, hogy nem volt, aki ember összerakja még egyszer, és innentől kezdve valahogy azon törte az agyát azóta is, hogy hogyan is lehetne valahogy ezt összerakni, ezt a készüléket. Egy egész más szakmába, bár az elektromosságtól nem távol, mert eredeti szakmája villanyszerelő, a véletlen úgy hozta, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy megkereste egy barátja, hogy odavitt neki egy öreg rádiót, tehát Sanyi, ha ezt meg tudnád csinálni, akkor én ennek nagyon örülnék, mert olyan emlékeim fűznek hozzá. Hát Sanyi neki látott, megcsinálta, és csodája a rádió szólt, és akkor a barátja azt mondta, tudod mit, ha ezt meg tudtad csinálni, akkor neked is adom. És akkor ez körülbelül vagy 12 vagy 15 évvel ezelőtt történt, és Sanyi azóta a legkülönbözőbb rádiókat gyűjtögette, amit odabent majd megtetszenek tekinten, aki még nem nézte meg. Hát közel 100 darab rádió van, és nincs még itt a teljes spektrum, mert nekem adott egy egész nagy listát, amin felsorolható. Többek között az a rádió sincs itt, ami nekem a közben kertészkedek odahaza, azt is hozzávittem, mert nem volt ember, aki megjavított ezt. Biztos ismeri mindenki ezt a kézi kis WEF rádiót, amikor kapálgatok vagy csinálgatok valamit a kerten, bocsol mellettem. És ehhez hasonló emlékek még fűznek hozzá, vagy említettem volt, hogy látom ott azt a lemezjátszós nagy rádiót, hogy mondom, nekem a nagyanyám a lottó sorsoláson valamikor a 60-as évek elején nyert egy ehhez hasonló rádiót, csak annak a tetején nem lemezjátszó volt, hanem magnó. Azt mondja, hogy külön érték, keressük meg, mert azt csak a lottó sorsolásra gyártották. Hát ugye ilyen világ is volt valamikor. Tehát tisztelt jelenlévők, azért egy kis rövid áttekintést ugyanitt a Gábor pár után, énekfest pár után nagyon-nagyon sok mindent nem kell elmondani, mert sok mindent ők is felelevenítettek, de azért engedtessék meg, hogy egy-két olyan adalékot mondjak, ami magyar kötődés is, aztán ugye városunkhoz, illetve akkor még nagyközségünk volt, de most már városunkhoz is kötődik. Hát először is Puskás Tivadar találmánya volt, 1893. február 15-én kezdte el működtetni az úgynevezett, mint a telefon hírmondó. Ez a világon elsődleges volt Budapesten, és így mutatkozott be, hogy üdvözöljük Budapest lakosságot, üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan a világon, és a többi, és a többi. Tehát a világon először ez Magyarországon történt meg, és vezetékes módon. Majd a posta kísérleti állomásaként, a vezeték nélkül is ezt megpróbálták, és 1924. március 15-én egy 250 wattos, hát aki valamit a elektromos világban, elektronika világában otthon van, tudja, de rendkívül kis teljesítmény, de elkezdte sugározni, majd már 1925-ben egy évre rá próbaadást már 2 kilowatton, ez már egy nagyobb teljesítmény, de ez is még egy jelentéktelen teljesítmény volt. Emlékszem rá, hogy ilyen szóbeszédek jártak, sőt, még az én gyerekkoromban is, hogy nem volt szabad bizonyos nagyságú antennát kifeszíteni az adó közelében, mert olyan erős volt a sugárzás, hogy azzal lehetett világítani a lakásba, és a teljesítményét az adónak csökkentették. De mondhatnék még egy-két olyan adalékot, amikortól megjelenik az első hivatalos adás. 1925. november 10-én jelent meg a kereskedelmi miniszter rádiórendelete, amely a magyar rádiózásnak a hivatalos kezdete, és a telefon hírmondó, mert a nevét meghagyta, a részvénytársaság kapta meg ennek az adásnak a jogosítva jogát.
Én kisebb koromban, főleg húsvétkor csokoládét gyűjtöttem, tojást gyűjtöttem, majd miután megnőttem, inkább pénzt gyűjtöttem. Mi ösztökél valakit arra, hogy rádiót kezdjen el gyűjteni? Tetszettek, amikor megjavítottam, megszólaltak, elkaptam, rossz volt minden, megjavítottam, kitakarítottam, megszólalt, és meg tudtam javítani azt, amit esetleg más nem is boldog volt vele. Szakmádra nézve műszerész vagy? Nem, villanyszerelő vagyok. Úgyhogy ez csak... És akkor honnan jött az iklet, hogy te tudsz rádiót javítani? Hát már szakiskolában is tanultuk az elektrotechnikát, és hát ott is megtetszett. Olvasgattam utána könyvekbe, ezt az egészet könyvekből tanultam. Úgyhogy javítási könyveket, leírásokat olvastam. És... Mikor döntötted el azt, hogy gyűjteni fogod? Tehát mi volt az első 1-2-3 darab rádió? Emlékszel még rá? Hát az első az egy velence volt, amit úgy kaptam, hogy na, ha vettem javítani, akkor enyém lesz. De amúgy egy strandrádiónk volt, ami nem tudta megjavítani senki se. Szóval minden recseket visszaadták, megint, és azt kezdtem el csinálgatni legelőször. Miután vettünk egy másikat, persze, utána kaptam meg csak én, hogy csinálhatom, és azt sikerült megcsinálni. Kedves! Igen. De már sincsen meg, úgyhogy... De sikerült szeretni egy másik ugyanolyat helyette, úgyhogy... A kedves nézők mindjárt betekintést nyerhetnek a kiállított darabok. Hát mindjárt megnézhetjük. Van-e közte a legkedvesebb? Hát szinte mind. Hány darabról van szó összesen? Hát 91 néhány darab valami itt van. És otthon? Hát még otthon is maradt, vagy 15, mert még magnók vannak otthon. Magnók, lemezjátszók még, amik majd nem fértek be. Gondolom, egy padlásról lekerül egy rádió, az tiszta pókháló, főleg ha a régi politúros, azt fel kell újítani. Mennyi időt fog, idő az, amit ráfordítasz egy ilyenre? Hát ez attól függ, hogy ha le kell maradni a festéket, akkor a sok idő. Lemaradni, újra lakkozni, festegetni, ami gyárilag, amilyen volt, olyan csinálni meg. A kiállított rádiók, ezek meg is szólalnak, vagy csak vannak? Ezek nagy része szól, úgyhogy nagyon kevés, ami nem szól belőle, ami nem működik. És hogyan sikerül most egy rádiót úgy felújítani, hogy megszólalni? Szerintem tudjuk, hogy még a csöves rádiókhoz is elég már csövet szerezni, nemhogy a régebbiekhez. Hát csöveket is csak úgy, hogy több rádió, többből összehozni. Mert hát kapni még éppen lehet itt ott, de nem nagyon. Csak magyar vagy külföldi rádiók is vannak? Vannak külföldiek is. NDK, román, bulgár, de nagyobb része magyar. Most a régi rádió közül csak azért kérdem, mert nagyon sokan nem tudják, hogy hallhattuk itt a beköszöntőben is, hogy nem mindegyik volt világvevő. Azokat általában ráhangolták egy-egy adóra, és így lehetett megszólaltatni? Hát... Igen, volt a néprádió, ami csak a Kossuth rádió lehetett fogni, minden rajta a Kossuthot lehetett, vagy, és meg a Petőfit, de az mindig a helyi viszonyoknak megfelelően volt behangolva. Meg egy harmadikat lehetett még ráállítani, és akkor csak ez a három adó jött. Az első világvevő rádió mikor jelent meg? Hát 20-as években. És akkor mellett nyilván akkor Magyarországon kívül és Európában is voltak rádióadók, igaz? Igen, voltak másfele is már. Hát itt is először Budapest környékén voltak, ott volt adó, ott lehetett venni a rádiókat is. Mint minden hobbi, így gondolom a rádiógyűjtés is, meg javítás is idővel jár, tehát amit a családtól veszel el. Mennyire partner ebben a feleséged, mennyire társ ebben? Hát ő is szokott segíteni a külső javításaiba a rádióknak. Én megcsinálom elektromosan, a külseit meg közösen hozzuk rendbe. Akkor teljesen partnerek vagytok? Igen, igen, teljesen. Soha nem volt még vita belőle? Nem. És meddig lehet gyűjteni rádiót? Van-e valami célkitűzés, hogy igen, eddig eljutok és onnantól kezdve leállok? Hát nem állok le, ameddig tudok szeretni régebbieket. Vagy egyáltalán mennyire lehet még felelni régi rádiókat? Van-e még olyan, hogy szűzpadlás? Hát nem nagyon van az a baj. Sok mindent kidobálnak, ami régi padlásokon előfordul.
köszönjük szépen a beszélgetést, és a kiállítás megtekintők nevében is köszönjük a gyűjtő munkát. Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe kerül, mikor az első speaker izgatott a mikrofonhoz ül. Érces hangja felszárnyalt is messzire repül, s egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerül. S a nyári úton állt egy csukott bútor szállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyanánt akkoriban az is megfelelt, ha Marcal János segít, tiszt egy nótát énekel. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Négyben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét, és a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszúdiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a sebeli adó 25-ben jó reggel kíván, és a magasba szöktek mindenféle furcsa antennák, s egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikál. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A hűskorban már megtanultam minden bemondó, tios rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó. A Shortenzát és Filotás Filit kevesen ismerték, azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szív. S a gyermekek a dobozban a bácsit keresték, s a nagymamák a folytúrját szépre vixelték. A postások a vedőktől az adót beszedték, és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírért. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A szokott időben kezdett a listán 3 perccel múlt, 5. szám a 63-as, kissé bevonult, elnézést, a vihar elvonult. Forul a front, közepes termés, nem hajózható, Újpesten kb. Minusz 20 fok és esély várható. Ha nem tetszik, hát kikapcsolható. Szól a rádió, oh.